Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Evelyn számára. Kedves Evelyn, üdvözöllek téged, ez a te videód, és most megtekintjük, mi a terve, először a kártyáknál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kártya ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Itt anyagiakról van szó, és igazságtalanságokról. Annak a férfinak a kezében van a pénz, ügyel a pénzügyi dolgokra, ebből ad valakinek valamit, és a többiek nem kapnak semmit. Ez utalhat anyagi dolgokra, a munkahelyre is, ahol ő úgy érzi, hogy kihasználják, szorgalmas, de nem fizetik meg őt érte, és kevés megbecsülést kap. Azt is jelentheti, hogy a munkahelyén vannak igazságtalanságok. De jelenti a házasságát is. Valahogy úgy érzi, hogy felelős a családjáért, kell, hogy gondoskodjon a családról, és itt anyagiakról van szó, és ez a jó indulat, ami nála érezhető, ezt a felesége kihasználja. Most megtekintjük azt, hogy mi a terve. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ez utal anyagiakra, és utal a munkahelyre is. Én úgy gondolom, hogy ennél a kártyánál rólad van szó, mert te állsz itt a középpontban. Ő értékel téged, és bízik abban, hogy te ezt észreveszed. Nézd meg ezt a kártyát. A hölgy előtt ott van egy fa. Én mindig úgy szoktam mondani, olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa. Ezek az érmék vagy értékek nem a te értékeid, hanem ezek mások, ott a munkahelyen. És te úgy gondolod, hogy ők jobbak, mint te vagy, de előtted van a te érméd, ott a földön. Ezek a te értékeid. Tekints oda, mert ő így lát téged, de te nem bízol abban, hogy ő értékel téged, vagy szeret téged, légy magabiztos. Légy biztos a saját értékeidben. Vedd fel a földről ezt az aranyérmét, ami ott van előtted. Mert ez vagy te, ez a tiéd. Ezek a te értékeid, a belső értékeid is. És ő így lát téged. Azon kívül az érmék szimbolizálják a föld elemét, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Ezek nem csak álmok, hanem lesz itt egy közeledés. De ez a férfi vár arra, hogy te észrevedd azt, hogy ő közeledni akar hozzád. És most megtekintjük azt, hogy mi áll nála a középpontban. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, és ez érzelmekre utal. Ez a férfi érdeklődik utánad, és vannak itt érzelmek kettőtök között. A képen látható a 9-es szám, ami korlátozásokra utal. Tehát nem egyszerű ezt a szerelmet élni a valóságban, mert a körülmények olyanok, hogy nem könnyű kilépni ebből a párkapcsolatból nála és nálad is,
hogy lehessen egy új kezdet kettőtök között. Amit még ez a kártya közöl, ezek az álmok és mély érzelmek. De az élet arra tanít bennünket, hogy higgyünk az álmainkba. Egy álom megvalósulhat. És most megnézzük azt, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Ezen a képen a 10-es szám látható, ami utal egy új kezdetre. Az jelentheti azt, hogy ő nyitott egy új kezdetre, és le tudja zárni a múltat. De azt is jelentheti, hogy a feleség szeretne egy új kezdetet, és fél attól, hogy ez a férfi elhagyja őt. De ahogy a képen látható, nagyon-nagyon nehéz a helyzete. Nagyon sok mindent kell neki cipelnie. Ha én ezt a kártyát megnézem, nekem mindig egy tolvaj jut eszembe. Ez is lehet, hogy valamit elloptak tőle. Ez lehet az anyagiakat illetően, vagy valaki rabolja az erejét, vagy az energiáját, vagy az idejét. Most megtekintjük azt, hogy milyen változások lesznek nála. Ezen a képen látható, hogy ő kezébe veszi ezt a botot, és ez utal a tűz elemére, bátor lesz, és döntéseket fog hozni. Mellette ott van ez a második bot, ami téged szimbolizál. Ő még nem érint meg téged, de veled tervezi a jövőt. És most megnézzük azt, hogy tekint rád. Ezen a képen látható a főpap, és ez a főpap esküszik valamire, és hinni lehet a szavában. Az azt jelenti, hogy hihetsz benne, és ő szeretné, ha te hinnél a jövőben, hogy kettőtök között kialakul egy tartós párkapcsolat. Az is lehet, hogy ő bízik a jó Istenben, hogy majd ő rendezi a dolgokat, és így tudtok összekerülni. Most megnézzük az ő feleségét, amit mutat a következő kártya. Ezen a képen ott lent bal oldalon látható a 4-es szám, ami azt jelenti, hogy az ő feleségének fontos az anyagi biztonság. Mégis ez a hölgy fogva érzi magát, mint ahogy ez a kép mutatja. Ez a férfi ezen a képen mutatja a feleségének a tartását. Ő szeretne kilépni ebből a házasságból, de az anyagi biztonság miatt még mellette szeretne maradni. Persze azt is jelenti, hogy nem csak ez a hölgy érzi itt fogva magát, hanem a te lelki társad is, mindkettő. De az anyagiak miatt szeretne ez a nő itt ebben a házasságban maradni. És hogy viszonyul ő a feleségéhez, ezt mutatja a következő kártya. Ez a kártya hasonló ahhoz, ami ott felette van. Itt megint a botokról van szó, ami a tűz elemét jelképezi. Az mutatja a bátorságát, a lelkesedését, és a képen látható, hogy egy új irányba tekint. Előtte ott van ez a tenger két hajóval, két irány, két lehetőség. Az egyik szimbolizálja a házasságát, a másik pedig téged, és itt döntéseket fog hozni. A hátsó bot mutatja a múltját, és ennek ő hátat fordít. Ő lezárja ezt a házasságot. Te ott vagy mellette,
ezt jelképezi ez a második bot ott bal oldalon, de nem mer téged megérinteni. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a kártyán látható egy királynő. Szintén a tűz elemére utal, ugyanúgy, mint nála is látható volt a tűz eleme. Ez, ami úgy összeköt benneteket. A bátorság, a lelkesedés, a vágyak és a testi kapcsolat is. Ez a királynő mutatja itt ezt a büszke tartást, és ő így lát téged, mert te vagy ez a királynő. A következő kártya azt mutatja, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ezen a kártyán a szerelmed látható, mint egy győztes ezen a fehér lovon. Kell számára az elismerés. Szeretne a középpontban lenni, de nincs körülötte senki, de ez arra utal, hogy mi az, amire neki szüksége van. És ez az elismerés. Dicsérd őt, mert ez jót tesz neki. Mert ő úgy érzi, hogy mások átlátnak rajta, pedig szüksége lenne erre az elismerésre. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal a jövőre. Ezen a kártyán a kelyhek láthatóak, ami utal érzelmekre. Az azt jelenti, ennek a férfinak vannak érzelmei veled kapcsolatban. Az alsó három kehely utal a múltjára, a házasságára. Itt vannak könnyek. A jelen pillanatban ott középen látható az ő tartása, befele tekint. Elgondolkozik azon, hogyan tovább. De hisz a jövőben, és a felső két kehely mutatja a jövőt. Utal rád, és rá, egy párkapcsolatra, egy harmadik személy nélkül, mély érzelmekkel. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a Szkorpión jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod az indiai számítás szerint. Ez kihat a külsődre, a fellépésedre, a személyiségedre. A lefele mozgó hold csomó, Kétó, ez egy kármikus csomó. Ez évben, és még jövő év elején, pontosabban 2022 márciusáig itt mozog a Szkorpión jegyében, és kihat rád a környezetedre is. A Szkorpión jegye utal változásokra, és itt érzelmekről van szó, mert a Szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik, és az utal az érzelmekre. És mivel Kétó most itt mozog, és itt kármikus dolgokról, a múltról van szó, ez ki fog hatni az érzelmeidre. Sőt, előfordulhat az is, hogy te ezt a férfit ismered a korábbi életedből. Az ő születési horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja az ő jó ízlését vagy művészi tehetségét, de azt is, hogy ő mit vár el a párkapcsolat területén, és mi, amit te tudnál nyújtani számára.
Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó visszatekintő, tehát a múltról van szó, karmikus témákról, és nála Vénusz bolygó a Skorpión jegyében van. Az azt jelenti, itt megvan köztetek ez a vonzalom. Mint ahogy rád is hat ez a lefele mozgó holdcsomó Kétu, mert itt mozog a Skorpión jegyében, rá is hat, mert az ő Vénusz bolygója szintén a Skorpión jegyében van. Itt lesznek változások nála is a szerelmi élet területén. A nap utal a ti énetekre. Ha te az életet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap arra utal, hogy te játszod itt a főszerepet. A te horoszkópodban a nap az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van, és a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. Számodra fontos az elismerés, mert te állsz itt a középpontban. Az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, az utal a te bátorságodra, a lelkesedésre, és a tűz eleme kihat a párkapcsolatra is, egy tűzes szerelem, de nem csak ez, hanem a szív melegségét is szimbolizálja. Az ő horoszkópjában a nap az a mérleg jegyében van, és a mérleg jegye az a levegő eleméhez tartozik. Számára fontos a könnyűség, a szabadság érzete, a kommunikáció, de a belső egyensúly is. Ahol nála témák vannak, amikor döntéseket kell hozni, mert akkor előfordulhat, hogy sokáig mérlegeli a dolgokat. Mivel a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, és az oroszlán jegye az a tűz eleméhez, a levegő eleme és a tűz eleme harmonizál egymással, így megvan köztetek a harmónia. És most megtekintjük a hold energiáját. A te holdad az indiai számítás szerint a bak jegyében van, és te röviddel egy teli hold előtt születtél. Ahogy a képen látható, körülbelül így nézett ki a hold a születésed pillanatában. A bak jegye az a föld eleméhez tartozik, és itt reális dolgokról van szó. Azt is jelenti, hogy számodra fontos, hogy legyenek céljaid, türelmes vagy, mert te ezeket a célokat szeretnéd elérni. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és kihat a sorsunkra. Amikor Szaturnusz bolygó hat, akkor vannak sorsdöntő változások. Az indiai számítás szerint ez évben Szaturnusz bolygó a vak jegyében mozog, tehát eléri a holdadat, itt lesznek sorsdöntő változások, és az kihat az érzelmeidre, mert a hold uralkodik az érzelmek felett. Azon kívül a te születési horoszkópodban a Szaturnusz bolygó szintén a bak jegyében volt, tehát most visszatér ugyanoda, ahol volt abban a pillanatban, amikor megszülettél. A születési horoszkópodban Szaturnusz bolygó visszatekintő utal kármikus témákra, és most ez évben jönnek ezek a kármikus emlékek.
A te horoszkópodban a bak jegye, ahol a holdad van és Szaturnusz bolygó, a harmadik életházban található. Ez az élet iskolája, ahol be kell, hogy bizonyítsd magadat betétársak ellen, vagy rivális földjek ellen is. Azon kívül ez a hármas életház utal oktatásra, információkra, és kihat a környezetedre, ahol most változások lesznek. Ugyanúgy, mint te, röviddel egy telihold előtt született. Az ő horoszkópjában a hold az oroszlán jegyében van, ugyanúgy, mint nálad a nap az oroszlán jegyében van, így megvan a vonzalom, vagy ez a hasonlóság, ami a te napodat és az ő holdját illeti. A hold kihat az érzelmekre, és mivel nála a hold az oroszlán jegyében van, számára nagyon fontos az, hogy mások észrevegyék, vagy megbecsüljék őt. Ami a kettőtök holdját illeti, a te holdad a bak jegyében, a föld elemében türelmesebb vagy, tudsz várni, amíg kibontakoznak az események, és inkább olyan visszahúzódó vagy, és nála a hold a tűz elemében, az oroszlán jegyében, ő szeretné előre vinni a dolgokat. És most megtekintjük Vénusz bolygó energiáját. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a művészeteket, a harmóniát, és a horoszkópban mutatja a mi nőiességünket. És kihat a párkapcsolat területére, Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, és a tízes életházban, ami a felső pont a horoszkópon. Ez a tízes életház mutatja a nyilvánosságot és a munkahelyet. Tehát utal egy szerelmi kapcsolatra a munkahelyen. Mivel Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, és az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és a nap az a központ, ami naprendszerünkben számodra fontos, hogy a középpontban légy, hogy téged, mint nőt mások észrevegyenek. Az nem jelenti azt, hogy te kapcsolatokat keresel, de neked jól esik, amikor mások észrevesznek téged, és dicsérnek a külsőd miatt, a nőiességet miatt. Azon kívül kihat a munkádra is, hogy szereted a munkahelyen a harmóniát, és hogy kreatív munkát végzel. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja az ő jó ízlését, de azt is, hogy mit vár el a párkapcsolat területén, nála Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében van. Itt van köztetek egy kapcsolat, mert a te aszcendentusod szintén a Szkorpión jegyében van, tehát itt megvan a vonzalom. Viszont a két Vénusz bolygó között, a te Vénusz bolygód az oroszlán jegyében, és az ő Vénusz bolygója a Szkorpión jegyében nem harmonizál. Ez abból adódik, ha ő látja azt, hogy megvan nálad ez a nőies kisugárzás, és mások dicsérnek téged, amire neked szükséged is van, akkor ő hajlamos arra, hogy féltékeny legyen.
Mert a Skorpión jegyénél, és ott van nála Vénusz bolygó, érzelmekről van szó. Akkor ő megsértődik, visszahúzódik, és te nem tudod, hogy mi van vele. Amit a Skorpión jegye még mutat, az a testi kapcsolat, mert a szexuális témák az a Skorpión jegyéhez tartozik, tehát számára nagyon fontos a párkapcsolatban, hogy ezen a területen meglegyen a harmónia. És most áttérek Mars bolygó energiájára. Mars bolygó mutatja a mi erőnket, és erre nekünk, hölgyeknek is szükségünk van, mert ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben. Mars az egy ilyen férfias energia, és utal a párkapcsolatra, a lelki társunkra, tehát a férfira. A te horoszkópodban Mars bolygó a szűz jegyében van, tehát te mindig nagyon jól meggondolsz mindent, mielőtt cselekszel. Mars bolygó hír a szűz jegyében mutat gyógyító hatásra is. És számodra fontos, hogy körülötted a párkapcsolatban is minden úgy rendben legyen, szereted a tisztaságot. A férfiak horoszkópjában Mars bolygó szintén az erőt mutatja, azon kívül a férfiasságukat. Nála az ő horoszkópjában Mars bolygó az a rák jegyében van, és a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó. Nagyon-nagyon érzékeny, és hamar megsértődik. A rák jegye utal a családi kapcsolatra is, számára fontos a család, de itt nála kármikus témák vannak, mert nem csak Mars bolygó található nála a rák jegyében, hanem a felfele mozgó holdcsomó Ráhu szintén itt van, és az utal egy életterületre, amit ő nem ismer. És ez a családi kapcsolat. Szemben áll a bak jegye, és ott van nála Szaturnusz bolygó és a lefele mozgó holdcsomó. Mindkettő kármikus témákra utal a múltra, és oda kellene neki figyelni, mert pontosan ez tükröződik nála. Tehát nem az a családi kapcsolat fontos, ami számára nehézségeket okoz, és ki szeretne lépni ebből a helyzetből, hanem Szaturnusz bolygó, és ez a lefele mozgó holdcsomó a bak jegyében mutatja a kiutat. És itt a múltról is szó van, tehát visszatér valami, vagy valaki az ő életébe, és ez a fontos, ez a szerelem, ez a párkapcsolat, és ez a családi kapcsolat. Mivel nálad a hold szintén a bak jegyében van, és nálad egy visszatekintő Szaturnusz bolygó szintén a bak jegyében van, tehát így asztrológiailag úgy mondanám, te vagy az ő lelki társa, és ez a vágya veled egy párkapcsolatot kiépíteni, de itt vannak ilyen kármikus kötelékek, és ez évben fog döntéseket hozni, mert Szaturnusz bolygó az idén újra a bak jegyében mozog, tehát visszatért arra a pozícióra, ahol volt a születésetek pillanatában. És most megtekintjük Merkur bolygót, mert az kihat a kommunikációra, és a párkapcsolat területén ez is fontos. Mindkettőtök horoszkópjában Merkur bolygó a szűz jegyében van.
és az azt jelenti, hogy ti mindent okosan, meggondoltan terveztek, nem fogjátok elsietni a dolgokat, és mindenre odafigyeltek, mielőtt döntéseket hoztok. Mivel mindkettőtöknél a szűz jegyében van, megvan köztetek ez a harmónia. Azon kívül Merkur bolygó uralkodik a szűz jegye felett, tehát ez utal a ti intelligenciátokra is, és mindketten nagyon képzettek vagytok, és jól tudtok egymással beszélgetni. Kedves Evelyn, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!